Tárdányi Tamásra küldjük! Tárdányi Tamásra küldjük! Elnézést kérek, sziasztok! Elnézést kérek mindenkitől, kicsit lassan jöttem ki, de van ez a kis inkontinencia zavarom, így a koromból kifolyólag, tehát pár másodperccel tovább kellett elmaradnom, mint ahogy a szervező volt. Most itt elhatul vagyok egy kicsit öltözve, akkor hogy mondjam el nektek, hogy most érkeztem egy gyászjelentés megolvasó versenyről, megnyertem, remélem, hogy itt másfajta lesz a közeg. Oké, elmondom nektek, hogy életemben először csinálom ezt a stand-upos dolgot, egyébként van egy rádió műsorom, de ott egy teljesen más világ, tehát ott más történik, most látlak titeket, és nagyon szépet vagyok, komolyan mondom, köszönöm a lehetőséget. Mit mondhatnék el? Mivel most csinálom, először arra gondoltam, hogy mondok magamról néhány szót nektek. Például, képzeljétek el, tegnapi napon lettem szingli. Tisza szemű, csak így mondom, hogy látom, hogy meg kell, hogy mondjam, veled kapcsolatban nem bukkan fel bennem a nemiség gondolata, nem tegnap lettem szingli, mégpedig azért, mert az állatbarátság és az állatvédelem alapján feláldoztam a párkapcsolatomat, következő éppen történt, az exem, hogy így nevezzem, egy nagyon nagy és nagyon lelkes állatvédő orba szájba bejelölt minden létező topikat, meg klubot, meg csoportot a Facebookon, ezzel kapcsolatban köszönöm, és gondoltam, én is élen járok ebben a dologban, bejelölgettünk egy-két ilyen izét, nézegettem Facebook, megnyitom, álbarátom, bálnák, nem csak bálna, nagy, meg büdös, mindegy, jó, északi sarkot megvédjük, kit érdekel, hoppá, ez jó, ezt kiszúrtam magamnak egy olyan kis állatban el csoportot, ami szimpatikus volt nekem, csak elkövettem azt a hibát, hogy kimentem a konyhába kávét főzni magamnak, és amíg én kint voltam a konyhában, a barátnőm leült egy pillanatra a számítógéphez, következő éperi szózat érkezett a szobából bentről. Tomi, mely a fönti lesz, hogy cicák pontú? Hát az állat, cicak. Azóta vagyok szingli, és... De komolyan nem szép dolog az állatvédelem, szerintem egy nagyon-nagyon nemes dolog. Ja, el akartam mondani egyébként a munkásságommal kapcsolatban, hogy kezeljétek el, anyám, folyamatosan dolgozom a projekten, anyám közszereplő lett. Bár már nem is él, szóval ez nem egy egyszerű történet, anyám közszereplő lett olyan formán, hogy én egyébként Debrecenből érkeztem ide, és az út, ahol lakom, keresztbe kosul, ki van lámpás kereszteződésekkel húzva, és a lekonyarodó utak, azok meg csak zebrát kapnak, lámpa nincs, tehát következőképpen, nem szeretnék trabarna érdemeire törni, de következőképpen történik a lámpáknál az autók működése. Piros, sárga, zöld, és akkor megyünk bele a ki nem lámpázott kereszteződésbe, ahol ugye van zebra, de nem baj, belemegyünk a következő módon. Rájtönöd az első, jön a gyalogos, majd megárulhatjon meg. Ám, de érkezik Tomi nagy fügycsökkel. Én nem, kezdődik a metakommunikáció, azt nevezünk. Én nem állok meg, barátom. Nem hiszi el, mert ő gyors, meg sokan vannak, meg nagyon jönnek. Én nem állok meg, barátom, akkor se. Aztán, amikor odaérek a kereszteződéshez, akkor már jön a verbális kommunikáció. Nézzem rá, és hátra tud szájról olvasni. Csak hiába jössz hozzá. Aztán, amikor odaérünk a zebrához, akkor jön, megettem egy kicsit, és akkor jön az a szöveg kocsi irányából, a kocsi irányából, hogy anyát, én nem álltál meg, te munkó! És nagyjából egy olyan 80 lájkot így, mivel elég gyakran eljárkálok, napi szinten összeszedett ebben a formában anyám is, és ebben ugye 5 éve lakom ott, szörszorozzuk, olyan 20 000 lájka lenne, ha még mindig működne ez a dolog, internetes közegben. Szerintem nem lenne gyenge teljesítmény, szerintem az én drága jó anyám az egyetlen nem élő személy, akit sikerült ebben a formában közszereplővé tenni. Ha valaki hát Debrecenben is belépek elé az úton, akkor elmondom egyébként, hogy Katinak hívják, nyugodtan, ha úgy érzitek, akkor bátran lelkesen lehet majd említeni. Jó, van még egy vonatos élményem, azt mondja, nem, bocsánat, a vonatos élményt azt most nem. Mennyi időm van még? Van még vagy egy percem? 52 másodperc, nagyszerű, még annyit el tudok magamról mondani, hogy egyébként hívő vagyok, és van ez a szép telefonom, mindenki hívő, nagyszerű, szeretjük Jézus Krisztust. Ez a telefon, egyébként direkt nem fordítom erre, ez a telefon azt jelzi, hogyha beállítod ébresztőre, hogy jelzés. Ezt írja ki. Képzeld el azt a helyzetet, amikor hót másnaposan egy kocsmázás után fölébredsz, csörögöd, szóval előveszed a telefont, megnézed, Jézus, baszki, mit követtem el?
És ebben a formában, amikor utána kicsipázod magad, jaj barátom, hát ez csak jelzés, nem is Jézus volt, köszönjük meg a mindenhatónak ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy túléltük ezt a napot is, és első körben, ha esetleg nem jutnék tovább, akkor köszönöm szépen a figyelmet, ezt akartam elmondani nektek. Köszönjük szépen!